Napelemek a községháza épületének tetején Pátrohán. A nemrégiben megkezdett energetikai korszerűsítésre azért volt szükség, mert a felmérések szerint az épület nem felelt már meg a hőtechnikai követelményértékeknek. 2022 tavaszán fogalmazódott meg az az igény, hogy energetikai szempontból hogyan tudjuk a költségeket csökkenteni, és összedugtuk a fejünket, és arra a megállapodásra jutottunk, hogy megpróbáljuk ezt a pályázati lehetőséget. Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére nyújtottunk be pályázatot a TOP Plus keretein belül, amelyre 100%-os támogatás keretében 56 millió forintot nyertünk el. De nem csak a községházára kerültek új napelemek, hanem az önkormányzati fenntartású óvoda épületeire is. A Csillagszem óvoda 5 csoporttal rendelkezik egy székhelyen és egy telephelyen. Közel 140 gyermekkel foglalkoznak az itteni pedagógusok. Mindkét épületben vegyes tüzelésű kazánunk van, illetve fával fűtöttünk leginkább. Én azt gondolom, hogy nem csak a fűtés miatt, hanem az áram kihasználtsága miatt, illetve nagyon-nagyon magas az áram szállnánk évek óta, és folyamatosan gondolkodtunk ezzel a település vezetőivel, hogy mit lehetne ezen változtatni, hogyan lehetne ezen spórolni. Felmerült régebben esetleg olyan, hogy a csoportokat egy kicsit összevonjuk, hogy takarékosság miatt, de mivel az állam lehetőséget adott arra, hogy pályázhassunk egy ilyen beruházásra, én azt gondolom, hogy ez nagyon nagy segítség az intézménynek, mert jelentős energia megtakarítást fog ez az intézmény költségvetésében hozni, én úgy gondolom. Az igazgató hozzátette, a napelemek mellett egy hőszivattyút is üzembe fognak helyezni. A beruházások Európai Uniós, valamint kormányzati támogatásból valósulnak meg, mintegy 56,6 millió forintért.